Sziasztok! Kriz Orsi vagyok, dogdancing versenyző és edző, hamarosan pedig dogdancing bíró. Ezt azért is találtam fontosnak elmondani, mert most lett volna az első árnyékbírálásom, ami azt jelenti, hogy az első gyakorlatom, mint bíró Ausztriában, egy osztrák dogdancing versenyen, viszont a határzár miatt sajnos mi magyarok nem tudunk kimenni, így egy napi szomorkodás után egy barátnőm javaslatára, illetve felkérésére, ötletére beneveztünk életünk első kutya kiállítására Taj Mahallal. Ugye Taji egy, mutatom, ő egy 5 hónapos mini amerikai juhászkutya, röviden mas, de ezt itt senki nem nagyon ismeri. Viszont így csak 6 napunk van arra, hogy hozzászokjon a felvezetéshez, a beállításhoz, úgyhogy ma én el is kezdtem vele a ringdresszúrát. A ringdresszúra áll abból, hogy felvezetem őt, hozzászoktatom a szép ügetéshez, mentem vele köröket, átlót, oda-vissza, aztán tanítok neki állítást, ugyan megtanult már felállni, de azzal még nem foglalkoztam, hogy állva is maradjon, úgy tudjon helyben maradni. Általában leül a sok engedelmes miatt, amit mostanában tanítottam neki, úgyhogy ezt még meg kell tanulnia, hogy szépen felállítom, és úgy maradjon. Még a lábait nem tudtam szépen elhelyezgetni, mert ahogy hozzáérek, gyakorlatilag elmozdul vagy leül, de ez az első nap, szóval ahhoz képest szerintem nagyon jól haladtunk, majd mindjárt látjátok is, hogy mennyire jól haladtunk. Fogunk még olyat gyakorolni, hogy a fogait nézegetem, mert ezt ugye a bírók rendszerint megnézik, illetve majd át kell tapogatni az egész testét, mert ezt is szokták csinálni a bírók, úgyhogy ezt is majd gyakorolni fogjuk. Egyelőre a beállítást gyakoroljuk, meg a felvezetést, és hát reményeim szerint holnap utántól már be tudom rakni a lábait a helyes pozícióba is, és haladunk szépen, hogy vasárnap részt vehessünk az első kiállításunkon. Hát akkor nézzétek meg, hogy mennyit haladtunk, és hogyan kezdtük. Ez tehát a hétfőnk. A kiállítás vasárnap lesz, úgyhogy már csak néhány napon van felkészíteni a kiskutyát. Keddi és szerdai gyakorlásunkat nem vettem fel, de íme a csütörtök. Már stabilan tud állni és a szemembe nézni.
Azóta egyébként voltunk kétszer sétálni is. Sétán nem használtam ezt a pórázt, de gyakorlatilag nagyon szépen jött ott is láb mellett. A séta célja persze az volt, hogy nyugodtan tudjon viselkedni emberek és kutyák között, mert hogy olyan helyen sétáltunk, ahol mind a kettővel találkozhat. És két napja gyakoroljuk a fogainak a megtekintését is. Ehhez még nagyon sok türelem kell tőle is, nagyon sok gyakorlás, és csak pici pillanatokra kérem tőle, hogy maradjon nyugton. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, lájkold, és iratkozz fel csatornámra, ha eddig még nem tetted meg. Ne felejtsd el azt a kis csengőcskét benyomni, hogy azonnal értesülj a feltöltött tartalmakról.